A rádió mikrofonjánál Farkas Dávid, a stúdióban Liu Shaolin Sándor és Liu Shaolang, a Ferencváros rövidpályás gyorskorcsolyázói olimpiai bajnokok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán, illetve az infostart.hu oldalon is. Ennyit a szolgálati közleményekről. Folytassuk azzal, hogy hogyan tervezitek a következő heteket. Ádún, neked ugye a kezeden van ez a gipsz a sérülés után. Milyen állapotban vagy jelenleg? Egy hete edzek már vele igazából, és jövő héten elvileg, hogyha minden jól alakul, akkor leveszik ezt a gipszet, és kapok egy könnyebb merevítőt, amivel elvileg már jégre is tudok lépni. És hogyha ezek megtörténnek, ezek a folyamatok, akkor nyilván azon leszek, hogy a srácoknak tudjak segíteni majd a jégen, és őket tudjam támogatni ugye a VB-re készülésben. Mennyire fáj még a kezed? Abszolút nem fáj. Ugye lehet, hogy durvának hangzik, hogy ugye hadcsavar van a kezemben, de nem fáj. Sanyi, hogyan kezeltétek ezt a helyzetet? Ugye az látszik, hogy mennyire hiányzik Ádó a csapatból. Hát elég nehéz volt ezt a szituációt kezelni. Legutoljára, amikor legelőször elkezdtünk világkupázni, akkor azt hiszem 2013-ban kezdtünk el együtt versenyekre járni rendszeresen, és tényleg nem volt olyan verseny, ahol ne együtt mentünk volna, vagy ne egy szobában lettünk volna, úgyhogy hatalmas nagy hiány volt az, hogy Ádó nélkül utaztam ki ugye az utolsó világkupa állomásra, és nehéz volt. ez mindig nehéz. Tehát, hogy Ádónak a futamjaiért sokkal jobban szoktam izgulni, mint mondjuk a saját futamomért, és mindig próbálom úgy támogatni, ahogy csak tudom. Tényleg, amikor láttam elesni, akkor egy borzasztó érzés volt, mert én is készültem a futamomra, és pont előttem esett el, rohantam be az öltözőbe, hogy ott vannak a dokik, szerencsére már kint voltak, és jó kezek alatt volt, úgyhogy nem aggódtam annyira, ugye elvitték egyből a kórházba, csináltak röntgenképet, ugye mondták bent, hogy valószínűleg nem tört el, de aztán elmentek egy röntgenképet csináltak, és azt mondták, hogy eltört, úgyhogy nem nagyon örültem neki, de szerencsére jól van, készül tovább, edzeget, és reméljük, hogy jövőre erőteljesen ott lesz a csapatban. Ugye sajnos most a világbajnokságra nem fog tudni kiutazni versenyzőként, de nézőként ott lesz, és támogatni fogja a csapatot 100%-osan. 100%, hogy nem tudsz utazni, Ádó? Már úgy értem, hogy 100%, hogy nem tudsz versenyezni? Hát a Doki azt mondta, hogy nyilván ugye az lenne a legjobb, hogyha ezt most pihentetnénk ezt a dolgot, mert hogyha fel is lépnék a jégre, mert mondta, hogy fel tudnék lépni a jégre, de hogyha fel is lépnék, és ne adj Isten, újra kilöknének, esetleg ráesnének, vagy én elesnék, és megsérülnék, akkor ez a helyzet rosszabb lenne, és nyilván ez most nem hiányozna nekünk. Nyilván nem az utolsó világbajnokságomra készülök, és tényleg rengeteg világbajnokságom lesz még így a jövőben, szóval nem hiszem, hogy most tényleg kéne kockáztatni ebben a helyzetben. Mekkora a kész szerepe rövidpályás gyorskorcsolyában? Hát ugye az a baj, hogy pont a bal kezem tört el, amit ugye a jégre szoktunk letenni. Hát annyi, hogy lassabban fogok mostantól korcsolyázni, és akkor nem kell letennem a kezemet a jégre. Meg hát ugye a váltóknál. Jó, edzéseken tud egy kézzel lökni, amennyire szükség van, de ugye versenyeken, ugye vészhelyzetekben, esetekben muszáj két kézzel lökni, az a gyorsabb és a legjobb, legpraktikusabb, úgyhogy valószínűleg most a váltó miatt nem váltóban nem is tudnál indulni. Az is látszik, hogy azért a te egyéni versenyzésed sem ugyanolyan, mint amikor ott van ugyanabban a döntőben akár, Ádó. Abszolút nem, hiszen jóval nehezebb így versenyezni. Tényleg, hogyha együtt vagyunk, akkor szerencsére vagyunk már olyan szinten, hogy össze tudjunk állítani egy olyan taktikát, amivel mind a ketten nagyon jól ki tudunk jönni. És ez általában sikerült is, lásd az Európa-bajnokságon is, 1500 méteren ő segített, 500 méteren én segítettem, sajnos 1000 méteren előtte kilökték, és nem tudott döntőbe jutni, úgyhogy az a táv nem is sikerült nyerni, de tényleg nagyon sokat jelent Ádó a futamokban. Félnek tőletek együtt? Abszolút. Szerintem nagyon. És nagyon látszik is az ellenfeleken, hogy tartanak tőle. Igen, nagyon-nagyon lehet. Mert hogy a Liu erőt nem olyan könnyű legyőzni. Igen, és tényleg az van, hogy nem csak egy csapatban vagyunk, hanem még testvérek is vagyunk, és tényleg önzetlenül tudjuk segíteni egymást, úgyhogy a csapatok jobban tartanak ettől. Mióta annyira szoros a kötelék köztetek az első közös emlékeitektől? Mindig is. Mindig is ez. Mindig is ilyen szoros volt, szóval.
Igen, tehát a 2,5 év van köztünk, és tényleg apa mindig arra nevelt minket, hogy legyünk jó testvérek, hiszen a nap végén csak a testvéred van ott, akire számíthatsz, és tisztán emlékszem, amikor elmentünk nyaralgatni, apa körbevezetett Európába, és elvitt minket mindenhova, Disneylandbe, Disneylandtől kezdve a csillagos égig, és tényleg azokat az időket is együtt éltük meg, és együtt ültünk a kocsiba, és együtt játszottunk, úgyhogy tényleg nagyon sok mindent csináltunk együtt. De nyilván nem csak kettünk között van ekkora kapcsolat, hanem tényleg a család többi tagjával is, szóval hogyha most nem csak kettőnkről szól ez az egész, hanem tényleg így a családról. Hogy áll a húgotok a korcsolyázással jelenleg? Ő nagyon-nagyon tehetséges, nagyon szereti csinálni. Most lehet, hogy majd így gondolkozunk rajta, hogy hogyan tudnánk neki is egy kicsit besegíteni ebben az egészben, hisz ő is nagyon szeretne fejlődni majd. A név az mennyit számít ilyenkor? Akár egy új korcsolyacipővel. Hát a név az szerintem abszolút nem kéne, hogy számítson, hiszen nem kell, hogy egy név egy nyomást tegyen egy 13 éves kislányra, aki tényleg lelkesen csinálja és nagyon szereti, és ennek szerintem semmilyen előnynek nem kéne lennie, és semmilyen hátránynak, tehát hogy nem kéne azt mondani, hogy úristen, a testvéreid sokkal jobban korisztak a te korodban, vagy akármit, mert ez szerintem tökre butaság, hanem egy 13 éves kislány azt érezze, hogy jó közegben van, jól érezze magát, ahogy mi is elkezdtük Áldóval, tehát mi nem azért kezdtünk el rövidpályás gyorskorcsiázni, mert számtalan olimpiai bajnoki cím volt a sport mögött, hanem mert egy fantasztikus társaságba tudtunk belekeveredni, egy fantasztikus sportban, nagyon sok kisgyerek közé, és jól éreztük magunkat, estünk-eltünk a jégen, ami szerintem minden kisgyereknek az álma. A családra, vagy a tágabban vett rokonságra hogyan hatottak a sikereitek? Mennyire hozta esetleg közelebb? Hát az életünkben a család az mindig is nagy szerepet játszott, hisz tényleg van egy közös családi tetoválásunk is, ami nagyon fontos számunkra, és tényleg anyától kezdve apáig mindenkire tudtunk számítani, a nagyszülőket is beleszámolva, és mindig szerették volna, hogyha mi sportolunk, és szeretik is. Szóval, hogyha tudnak, akkor nyilván kijönnek, megnézik egy versenyünket akár, de hogyha nem tudnak, akkor a tévén keresztül, akkor ilyen nappal ugye az megy, szóval. Igen. Szóval mindig ott vannak nekünk. Gyakorlatilag most lesz egy éve majd az olimpiai sikernek. Február 22-e egyébként ugye a Magyar Korcsolyázás napja is, különleges eseményekkel, gálával, műsorral. Milyen gyakran gondoltatok tavaly február 22-e óta erre a siker? Egyáltalán van-e olyan, hogy mondjuk hosszabb időre kimegy a fejetekből? És korcsolyázni, és találkozni is lehet velünk, ezt kifelejtetted. Hát de ezért vagytok, hogy elmondjátok. Nagyon sokat gondoltunk rá, és tényleg annyira sok rendezvényen voltunk, ami rólunk szólt, hogy tényleg számtalanszor tudtuk visszanézni a videót, a váltó döntőt, és annyiszor visszajött az emlék, mint hogyha tegnap lett volna. Igen, tehát mindig úgy érezzük magunkat, szerintem Áldóval. És az a momentum, azt a három kört, az utolsó három kört, amit Áldó átadja nekem az utolsó két körre a váltás, az ilyen felejtetlen élmény lesz, hiszen ott amit Áldó művelt abban a váltóban, ott 90%-ban eldöntötte nálunk a váltót, úgyhogy nem tudom, még most is kiráz a hideg, hogyha visszagondolok rá, és fel kell idézni. Ez alapján kicsit alul is van értékelve Áldónak a munkája, mert ott mégis azért te kaptad az év férfi sportolója díjat, nyilván nem csak ezért. Abszolút nincsen aláértékelve, hiszen tényleg próbálom mindenben segíteni, és semmiben nem szeretném, hogy hiánya legyen, amit én megkapnék. Sajnos nem tudtam felhívni magam mellé az év sportolója, évsportolója díját, amikor megkaptam a díjat, de aztán abszolút, közösen ünnepelhettetek. Abszolút gondoltam rá, és meg is kérdezték tőlem egy interjúban, hogy azért kaptam volna ezt a díjat, ezt az egyéni díjat, egyéni férfi díjat, mert én voltam a befejező a váltóban, én voltam a húzó ember, és én elmondtam, hogy nem azért kaptam, hanem szerintem azért, mert kétszer ötödik lettem az olimpián, egyszer nyolcadik, és számtalan világkupa győzelem van a nevem mögött a 2018-as évben. Tehát egy fantasztikus évet tudtunk zárni. Tehát én abszolút nem számoltam bele ebbe a csapat eredményeket, tehát ahogy más jelölteknél se kellett volna szerintem. Bár kérdés, hogy melyik újságíró fejében éppen ez hogyan állt össze, de hát az a lényeg, hogy te kaptad persze a legtöbb pontot összességében, mert egyébként az újságírók igen, az első háromra szavaztak.
feljött ez a téma is, hogy ugye mindig leosztjuk egymás között így a futamokat. Volt egy ilyen interjú, és most már lehetne majd ez is így a jövőben, hogy az évsportoló díját azt így leosztjuk egymás között. És akkor jövőre, vagy mondjuk nyilván az lesz a legfontosabb, hogy 4 év múlva a 2022-es eredmények alapján ki lesz az. Szerintem a 2019-esre is nagyon nagy esélyünk lesz, hiszen elég jól indítottunk az Európa-bajnokságon. Ugye most látunk a világbajnokság sajnos ki fog esni, de reméljük, hogy majd az év végi, mert ugye nálunk pont úgy van a szezon, hogy nyáron nincsen kvázi semmi, és novembertől márciusig van nálunk a szezon, tehát hogy pont így két évre csúszik be, tehát két különböző évre csúszik be, de reméljük, hogy évvégén majd sikerül gyönyörű eredményeket szerezni, amivel beírja a nevét. Edzésen rivalizáltok néha? Nem. Abszolút nem. Próbáljuk segíteni egymást. Ugyanúgy, ahogy reggel felkelünk. Tehát akkor ez, hogy mondjuk Liu kontra Liu, ez elképzelhetetlen a fejetekben? Abszolút elképzelhetetlen. Ki megy először fürdeni, abban szoktak problémák lenni. Hát általában én szoktam. De szóval. Általában Ádó szokott sokkal gyorsabb. Én nagyon szeretek a víz alatt lenni, úgyhogy Ádó mindig előre engedni. 2 percet lefürdik. Mindenki mással lehet rivalizálás, ugye? Vagy magyar csapaton belül sem jellemző? Külföldi csapatokkal szokott lenni, egy-két külföldi versenyzővel szokott meg bajunk lenni igazából, hogyha így fel kéne sorolni párat, akkor szerintem egy-két francia versenyző, egy-két holland versenyzővel lenne, de abszolút a pályán kívül abszolút nincsenek rivalizálások, csak a pályán, ugye. De hát azért vannak, akiket nem kedveltek, a könyvben is olvastam, hogy van, akit kifejezetten utálszádó. Hát nem mondom, hogy utálom, csak hogy nem szívesen versenyzek vele, mert tudom róla, hogy egy olyan versenyző, hogy vagy ki fog lökni, vagy olyan szabálytalanságot fog csinálni, ami nekem nyilván nem jó. Ez benne volt egyébként a fejedben az olimpia alatt? Ugye az egyéni versenyek nem sikerültek nálad. Igen, igen. Hát nyilván mindent bele kell számolni. Tényleg ez egy olyan sportág, ahol önhibádon kívül is ugye akár kilöknek, akár rálépsz egy bójára. Szóval itt bármi megtörténhet ebben a sportágban. Ugye volt motivációs különbség kettőtök között, amikor megkezdtétek ezt az új szezont, amely most már persze lassan véget ér, de néhány hónappal ezelőtt, ahogy azt te is mondtad, Sanyi, nem volt esetleg olyan a motivációd, mint az olimpia előtt. Igen, nehezen kezdtük el ezt az egész szezont, nagyon keveset tudtam idén nyáron készülni. Egy kicsit rosszul éreztem magamat, nem tudtam magammal mit kezdeni, hiszen elértem, úgy éreztem, hogy elértem 23 évesen életem legnagyobb célját, és szerencsére már nagyon sok mindent tudok magam mögött, nagyon sok eredményt tudok magam mögött, és nem láttam annak értelmét, hogy felkeljek minden egyes reggel, és egy égpályán fagyoskodjak. Mert mikor keltek? Hát 6 körül szoktunk kelni, és akkor 7-7-7-kor már egy égpályán vagyunk. Reggeli van előtte? Van, abszolút, van, igen. Van. Tehát úgy direkt egy órával előtte kelünk, és akkor 7-re ott vagyunk, és akkor ilyen... 8-kor jég. 8-tól jég, fent vagyunk egy másfél órát, utána van egy órás száraz edzés, valamikor ki van írva még egy 40 perc futás, valakinek van még masszázs, és utána valamikor ott vagyunk délután egyig is a jégpályán, vagy délig, és utána onnan hazamegyünk, vagy aki megy az iskolába, az megy az iskolába. Alvás vagy relaxálás délután? Szokott lenni változó. Az a baj, hogyha napközben alszunk, akkor szerintem egyikünk se tud elaludni este. Vagy hogyha befigyel egy média megkeresés esetleg, vagy valami rendezvény, akkor ugye az van, hogy egy egész nap a jégpályán vagyunk. Igen, és akkor így megyünk vissza délután 3-ra a jégpályára, 4-kor fellépünk a jégre, és akkor fent vagyunk egy másfél órát a jégen, és akkor 6-kor, hogyha végzünk, akkor nagyon boldogok vagyunk, és rohanunk haza pihenni. Ádó, neked viszont ilyen motivációs problémád úgy tűnt, hogy nem nagyon volt, legalábbis az első világkupa versenyeken egyértelműen az látszott, hogy minden korábbinál jobban harapsz. Én hát nagyon próbáltam nagyon oda tenni magamat a felkészülés és az alapozás során, hisz tényleg nem vagyok még világbajnok, ugye Európa bajnok most már vagyok, ugye azt kijelentettem ugye olimpia után, hogy szeretnék Európa és világbajnok is lenni, ebből egy már ki van a pipával. Hát ugye sajnos most a világbajnokság az így ugye ki van lőve, de nyilván én abszolút motiváltnak érzem magam, hisz tényleg nagyon sok olyan eredmény van, amit még nem értem el, és nagyon sok olyan dolog van, amit még meg szeretnék mutatni a világnak. Kellett húzni Sanyit? Én nem beszéltem vele erről, hisz én ismerem annyira, hogy tudom, hogy neki ez kell ilyenkor, hogy egy kicsit ilyenkor magába fordul, és ilyenkor megzuhan.
Előfordult már vele többször is, hogy egy rossz eredmény után ő rosszul érzi magát, és ilyenkor kicsit befordul, de utána tudom, hogy ő olyankor így fejben összerakja magát, és akkor kezd el nagyon keményen edzeni. Most, hogyha kéne mondanom egy példát, akkor a 2017-es év is szerintem egy ilyen volt, amikor ugye a világbajnokságon nem tudott egyéni érmet szerezni, és utána ugye 2018-ban meg majd, hogy nem mindent megnyert, ugye, és akkor abban az évben nagyon keményen edzett. Van olyan, aki egyébként akár a környezetben, akár családban, akár az edzőistában földön tart titeket? Mert azért ugye a népszerűség drasztikusan megemelkedett, nyilván a közösségi oldalakat, hogyha nézitek, akár, hogy hányan követnek az egyes oldalakon titeket, nagyon más, mint egy-két évvel, vagy több mint egy évvel ezelőtt. Sanyi? Vannak szerintem az edzők is ilyen szerepet játszanak, és tényleg minden családtagunk, hiszen megtanultuk, milyen érzés embernek lenni, és egy nagyon jó érzés, hogy szeretnénk emberek maradni továbbra is. De ugye azért a brand az egyértelműen látszik, tehát sokkal több a megkeresésetek, és ugye sokkal több a lehetőség is, akár az üzleti, anyagi potenciál az egészben. Ezzel mennyire foglalkoztok? Abszolút próbáljuk magunkat építeni, hisz ez volt a célunk, mikor élsportolók lettünk, hogy tényleg minél népszerűbbek és minél sikeresebbek legyünk ugye az életben is, és abszolút ez az életcélunk, hogy tényleg másokat is motiváljunk ugye a sporttal. Mennyire cél az, hogy mondjuk világszinten, vagy hát elsősorban akár az ázsiai piacon, vagy Kínában még tovább erősödjetek? Szerintem ez is egy célunk, tehát nagyon-nagyon szeretnénk szuper nagy világsztárok lenni, és szerintem elég jó irányba haladunk. Most sikerült aláírnunk egy kínai szerződés és egy ruhaszponzorral, ami szerintem a rövidpályás gyorskorcsi eddig legnagyobb szponzori szerződése, és reméljük, hogy ezen az úton majd még több ajtót ki tudunk nyitni, és még több lehetőségre lesz lehetőségünk kint Ázsiában. Meddig építhető ez? Akár lehet ennek hatása a magyar-kínai kapcsolatokra? A ti személyeteknek? Nyilván mi azon leszünk mindig, hogy ezt a két kapcsolatot próbáljuk ápolni, és ugye ez is azt mutatja, hogy ugye Lina itt van velünk, ugye mint csapatedző és főedző. Jó, hogyha megvannak a kínai kapcsolatok és a külföldi kapcsolataink, hisz tényleg így tudunk mi is megerősödni. Az látszik, hogy hogyan kezelik ezt ugye akár ezzel a szponzori szerződéssel Kínában, de nem merül fel az, hogy hát milyen jó lenne nekik, hogyha kínaiak lennétek? Kínai színekben versenyeznétek egész pontosan? Nagyon sokszor megkérdezték már tőlünk ezt a kérdést, és hogyha szeretnék is, hogy menjünk, szerintem nem tudnánk úgy dönteni Ádóval. Hiszen hogyha belegondolsz, akkor nézzük, hogy hány korcsiázó van kint Kínában, tehát hogy talán lehet még számtalan is, nem tudom, egy országos bajnokságon indulnak, ezer fős országos bajnokságot rendeznek. Nagyon itthon, más közeg. Itt abszolút itthon meg, hogyha fiúk vagyunk 10, akkor az már jónak számít, és jóval egyszerűbb egy ilyen közösségben lenni, és egy ilyen helyen készülni a versenyekre. Mennyi időt töltöttök egyébként Kínában, mondjuk egy évben nagyjából? Hát ez változó szokott lenni, attól függ, mennyi rendezvény vagy megkeresés van abban az évben, de egy évben minimum egyszer megyünk, hiszen világkupát szoktak ott rendezni. Szóval egy év az a minimum, hogy ott igen, most az olimpia után többet voltunk, elmentünk rócsózni, csináltunk tévéinterjúkat, úgyhogy most többet voltunk, szerintem kétszer-háromszor voltunk. A nyár hogyan zajlik a rövid pályás gyorskorcsolyázóknál? Ahogy említetted, ugye véget ér a szezon nagyjából márciusban, idén március 8-a és 10-e között lesz a szófiai világbajnokság, utána pedig gondolom, hogy egy kis levezetés után jöhet egy kis pihenő. Hát nekünk a nyár az a legrosszabb időszakunk egyébként, mert akkor kezdődnek így el az alapozások, és akkor vannak a legnehezebb edzőtáboraink. Akkor tavasz végén van pihenő, vagy a tavasz hát második március, felében? Márciusban. Csak márciusban? Igen, tehát most úgy lesz, hogy március 10-én ugye hazajövünk, és akkor onnantól full pihenő, mindenki megy, amerre lát, és április 22-én kell visszajönni. És onnantól elkezdünk készülni, elkezdünk edzeni egészen novemberig, amikor elkezdjük a versenyeket. Ugye edzünk tovább is, csak hogy akkor valamennyivel egy kicsit lazábbak lesznek az edzések. Ádó, te is leállsz. Most ugye jössz majd ki abból, hogy a kezed miatt nem végezhettél teljes értékű edzésmunkát, és még ugye a következő időszakban sem. Mi vár rád?
Igen, én hát még ugye edzésben vagyok, próbálom tartani a formámat, ugye sajnos égre még nem tudok lépni, de ahogy az előbb beszéltük, ugye a jövő hét folyamán már lehet elméletileg, hogy tudok égre lépni, és ugye márciusig próbálok segíteni nekik, és próbálom őket ugye edzésben, az edzésben és égen is ugye támogatni őket majd. De te is lesz majd a világbajnoksággal? Hát nyilván igen, hogyha vége van a világbajnokságnak, vagy hogyha már kiutaztok, akkor ugye nekem kicsit hamarabb kezdődik majd így a pihenő. Mivel telik majd ez a 40 napos szünet, kb. 40 napos szünet? Megterveztétek? Tervezgettünk, van egy tetkó időpontunk is, lesz majd új tetoválásunk, azt mindenféleképpen szeretnénk. Nagyon sokat szeretnénk pihenni, sajnos most szerintem idén nem fog megadódni, hogy egy tengerpart mellett tudjunk feküdni, és hasunkat sütetni egy kicsit. Lesznek munkák, lesznek tévés interjúk, lesznek tévés forgatások, úgyhogy izgatottan várjuk ezt a pihenő időszakot, ez egy teljesen más időszak lesz számunkra, mint az előzőek. De hát akkor ezek szerint csak nagyjából a fele lehet igazi pihenés, hogyha egyéb megkeresések vannak. Igen, szerintem pont a fele. Lehet, hogy még kevesebb is, mint a fele. Lehet, megint ki kell menni Kínába. Igen. Igen, majd meglátjuk, hogy alakul, hiszen ezzel jár most már az életünk, hogy még több média megkeresés, még több interjú és még több esemény, vagy még több motivációs előadást tartani. Melyik részét élvezitek a leginkább, illetve a legkevésbé? Az összeset élvezzük. Felosztva igazából, csak ne egy napon kelljen megcsinálni az összeset. Igen, gondoltuk, hogy ez az élet ezzel fog járni, a sikeres sportoló élet, és tényleg nagyon jó érzés azt tudni, hogy ez minket is, és az egész sportágat fejleszti tovább, és segíti, hogy még többen jönnek majd elkorcsolyázni. Hogyan nézhetnek ki a távlatok, és mondjuk meddig szeretnétek csinálni ezt a körforgást? Mert azért sok edzés, sok edzésen kívüli elfoglaltság, gondolom, hogy viszonylag kevés szabad idő jut azért. Nyilván az ember elfárad egy idő után, és lehet, hogy tényleg megunja egy kicsit, de nagyon sok olyan sportoló van, aki 30-valahány éves koráig űzi ezt a sportágat, és most ugye, nem tudom, hogy hallottátok azt a hírt, hogy ugye az orosz versenyző Almiktól is vissza szeretne térni, ugye 36 éves lesz szerintem. Nem, 34. 34. Vagy... Nagyjából ilyenkorban ti el tudjátok magatokat képzelni a jégen? Aktív versenyzőként? Hát, ez én nagyon-nagyon nehezen. Lehet, hogy nem fogom tudni abba hagyni, amikor tényleg meg kell hozni már azt a döntést, hogy most vagy korizol még egy évet, vagy abba hagyod, és akkor dönteni. Szerintem az lesz majd a legnehezebb. Ádó, te még nagyon messze vagy ettől. Nyilván több olimpiai ciklusban is lehetne gondolkodni, de egyébként mennyire vagy ilyen, hogy előre tervezel? Hát, hogyha úgy nézzük, nekem szerintem még egy bő 10 évem az biztos, hogy van. Hát én pozitívan állok hozzá ez az egészhez, és tisztelek szeretem csinálni, és szeretek versenyezni, szeretek edzeni, ebből áll így az életünk. Nem tudom, hogy mit hoz még a jövő. Ugye nagyon sok eredmény van, amit mondtam, hogy ami még hiányzik így szerintem nekem, és szeretnék majd ugye teljesíteni úgy is. És akkor hol találkozhatnak veletek a szurkolók legközelebb? 22-én? 22-én, ott biztosan. Városligeti műjég? A Városligeti műjégpályán. Azt hiszem 7-5 órától, 17 órától tudnak velünk találkozni, akár korcsiát is fel fogunk húzni szerintem, egy pár kört biztos fogunk tenni, úgyhogy lehet velünk korcsiázni, jönnek el nagyon sokan. Igen, és lesz majd egy ilyen 2,5 órás ingyen korcsiázás ugye a Magyarországos Korcsiázó Szövetség jó voltából is. És egyébként a szurkolói érdeklődés, mondjuk egy-egy megkeresés, különféle posztoknál a megjegyzések, invitálások közül melyik volt eddig a legkellemesebb, és volt-e olyan, amelyre nem szívesen emlékeztek? Bár azt lehet, hogy el is felejtettétek hát már. Egyszer volt az olimpiai parkon egy interjú, ami szerintem elég kellemetlen volt. Nem tudom már melyik volt az, amikor Viktortól kérdeztek egy pár kérdést. Szurkolók? Az nagyon vicces volt igazából. Mi történt? Szegény újságíró Csajci nem tudta pontosan, hogy kik vannak benne a csapatban, és annyira nem készült fel, és igazából azt kérdezte meg a Viktortól, hogy milyen érzés volt megnyerni az Európa-bajnokságot, vagy valami hasonló kérdést tudott feltenni hozzá, az szerint nagyon-nagyon vicces volt, Viktor nem találta annyira viccesnek. De ugye azt kell tudni Viktorról, hogy most egy évet pihen, és most döntést kell majd hoznia, hogy tényleg abba hagyja, vagy hogy folytatja tovább velünk. Próbáljuk támogatni, és tényleg hozzásegíteni a döntéshez.
És akkor szerintem ez egy nagyon vicces szitu volt. Voltak olyan kommentek az Instagram oldalunkon, amikor vége lett az olimpiának, hogy ne menjünk el Koreából, elégetik az útlevelünket, ellopják az útlevelünket, menjünk hozzájuk, házasodjunk meg, meg ilyenek voltak. Úgyhogy voltak nagyon vicces kommentek, és nagyon sokat kaptunk. Ez most is megvan, még akár napi szinten? Igen. Én mostanában az is nagyon jó, hogyha egy-két rajongó ugye küldözget nekünk egy-két ajándékot, mert szoktak, volt már olyanra példa, hogy Koreából küldtek ajándékot nekünk, és akkor így elpostázzák, vagy tényleg üzenet formájában küldenek nekünk olyanféle üzeneteket, amiket néha így jó elolvasgatni. És volt már olyan is, hogy tényleg külföldi rajongók ugye magyarul írták le kézzel, ugye, hogy mennyire szeretnek minket, szóval azt lehet észrevenni, hogy tényleg már magyarul is próbálnak tanulni a rajongók. Meg neked írt egy rajongó is, hogy miatt tanul magyar, nem? Nem könnyű vállalkozás. Abszolút nem, tehát írt is utána, hogy mondj, mennyire nehéz. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Önök az elmúlt 50 percben Liu Shaolin Sándort és Liu Shaoangot, a Ferencváros olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázóit hallották. A műsor elkészítésében Kaposi Dávid, Zsubák Tamás, Bucsi Sólyomvári Levente, Király István Dániel és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Műsorunkat megnézhetik az infostart.hu oldalon, az Inforádio YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas.